Módosította a közvilágítási szolgáltatási szerződését a Sárospatek önkormányzat a szolgáltatójával. A város polgármestere közölte az egyeztetéseket megelőzően fejlesztésekre volt szükség, melyet részben a szolgáltató, nagyobb részben pedig az önkormányzat által sikeresen végrehajtott uniós fejlesztés előzött meg. 2014-ben 566 darab, majd 2015-ben tavaly további 1374 darab lámpatest LED fényforrására cseri, ö, lámpatestet LED fényforrással láttunk el, 100%-os önkormányzati támog, ö, pályázati támogatásból, és ö, további helyeken, ahol indokolt volt a kérelem, ott még közvilágítás bővítést is hajtottunk végre. Nos, mivel a ledes fényforrások cseréje után Látható számottevő megtakarítás jelentkezett és mivel ezek új fényforrások, tehát a korábbi karbantartási szerződésben foglaltakhoz képest jóval kevesebb karbantartást igényelnek ezek a lámpatestek, ezért fölülvizsgáltuk közösen az elműi hálózati kft vel ennek a szerződésnek a tartalmát. A tárgyalások során az eddig 3,8 millió forint a szerződésben vállalt fizetési kötelezettséget módosították. Így mostantól éves szinten 2,3 millió forintjába kerül az önkormányzatnak a közvilágítás, vagyis másfél millió forintos megtakarítás tudtak elérni a ledes fényforrások alkalmazásával, csak a karbantartási díjból. Sárdos polgármestere azt is elmondta, hogy terveik szerint már az idei télen megújították volna a város díszkivilágítását, azonban egy másik fejlesztés miatt ez valószínűleg egy évvel később valósult csak meg. Az Émász azt is vállalta, hogy a belvárosban található beton oszlopokat korszerű fémoszlopokra, vagy éppen kandelábekre fogja cserélni. Ezt viszont úgy át kell majd alakítanunk, hogy a közvilágítás lámpaoszlopai megfeleljenek annak, hogy a téli diszkivilágítás rá lehessen kötni, tehát attól tartok, hogy ebben az évben is még csak a tavalyhoz hasonló szűkített formában tudjuk majd ezt megvalósítani, de utána minden feltétel adott ahhoz, hogy egy tényleg nagyon szép diszkítás tudjunk majd december A polgármester hozzátette, arra kérték a szolgáltatót, hogy a lámpaoszlopok cseréje ne zavarja az idegenforgalmi szezont, így ősszel kerül sor az új kandeláberek beépítésére.